Kedves nézőink, a mai Víg-Kendben szó lesz a közösségi mozgásról, az iskolakezdésről, Magyar Arany érdemkeresztről, szinyei kiállításról, és zenélni fog a Kovács Miklós bandája, pontosabban igen, a Kovács Miklós bandája formáció, akik már itt ülnek velem szemben, hogy előtte egy kicsit meg is ismerjük őket. Sziasztok, fiúk! Hát egyből zavarba jöttem itt, hogy most nehogy elrontsam pontosan a csapat nevét. Amikor először hallottam rólatok, akkor azt gondoltam, hogy valamilyen népzene, lehet, hogy maga ez a banda kifejezés erre hajazott, vagy legalábbis nekem ez volt az asszociációm, de hát akkor oszlassuk el, hogyha még valaki a nézők közül erre gondol. Nem népzenéről van szó, stílusban leginkább mi az, ami hozzátok közel áll? Hát igazából ilyen alternatív vonalat képviselünk, ugye mint a Kispál és a Borz, így ahhoz tudnám inkább hasonlítani, vagy esetleg még a Hiperkarmához, hogyha ez így jobban megvan esetleg, vagy több mindent mond, mint így az alternatív zene. És egyébként azért is ez a nevünk, hogy Kovács Miklós bandája, mert ugye nem régóta vagyunk egybe, tehát egy fél éve alapult így ez az egész ebbe a formába, hogy így most látható. Tehát én már előtte így 2 éve már csinálom a zenéket, gyártam, mert ugye kijött 2 EP és 2 kislemez, 2 4 számos kis album. És tehát megismerkedtem ugye Balázsral, aki dobol, a zenekar dobosával. Egymásra előszakoltak minket konkrétan. Hogyan igen, volt tehát, ez az ismerkedés? Úgy volt igazából az egész, hogy tehát van ez a Slam Poetry rendező szokott lenni Nyíregyházán, és tehát volt ez a lehetőség, vagyis hát így bekérezkedtünk, hogy hagyj gitározzunk már ott egyet. Mert ugye ott, tehát pláne ilyen körökből jönnek egyébként emberek, akik ilyesmi stílusú zenét hallgatnak, és tehát összegyűlnek egészen sokan. Aztán tehát ugye mind a ketten mentünk, mind a ketten így jelentkeztünk, hogy gitároznánk ott egyet, és így akkor mondta, hogy akkor beszéljünk össze, hogy valami közöset csináljunk. Aztán így összebeszéltünk, mint kiderült, hogy Balázsról vagy dobol, aztán így Balázs már zenélt előtt Ákossal, ugye, és akkor így összejött az egész banda, és akkor így alakult meg a Kovács Miklós bandája. Akkor egy nagyon-nagyon friss csapatot van szerencsénk, ugye nem csak bemutatni és nem csak beszélgetni, hanem itt a Víg-Kendben zenélni is fogtok nekünk. Azért nyilvánvalóan mindegyik kötöknek megvan a maga zenei alapképzettsége, de azért mégiscsak más egy csapatban együtt játszani. Mennyire közös dolog ez, vagy mennyire vetitek alá mondjuk akár a Miki elképzeléseinek magatokat, amikor egy-egy szám készül? Hát szövegileg mindenféleképpen meghatározza, ugye, tehát maga a szöveg meghatározza azt, hogy milyen lesz a zenének a stílusa, milyen lesz a lüktetése. Az, hogy konkrétan mi fog belőle kisülni, az már viszont mind a hármunkon múlik, hogy most Miki milyen szöveget hozott elénk, van rá egy gitár témája. Arra, hogy én mit doblok rá, Ákos pedig milyen témát hoz alá bőgővel, az már igazából szabad kéz. Mindenki szabad kezet kap benne. Egyébként szerintem nagyjából egybeírjuk, tehát így 3-an igen, tehát pláne most már így az új számokat, tehát ugye a régebbieket, ugye még amiket egyedül csináltam, azokat ugye megcsináltam. Aztán azokat már csak így játsszák, de egyébként tényleg az új számokba, tehát így nagyon sokat tesznek hozzá egyébként szerintem, tehát így. Mit szólnak a szüleitek ehhez a dologhoz? Mert azért elsősorban ugye középiskolások vagytok valamennyien, ilyenkor azt szokták mondani a szülők, hogy na, fiam, izét tanulni kell, meg ne hagyjad már ezt, hogy milyen zenélést, ebből nem fogsz megélni, nem tudom, nálatok milyen volt a hozzáállás. Hát volt, kaptunk. Én legalábbis kaptam mindenféleképpen, tehát nem ez az első zenekar, egyikünknek sem. Még előző zenekarral, ahol Ákossal is voltunk, ott nagyon sok ilyet kaptunk, nem is volt ilyen színvonalú, ha így ezt mondhatom, és akkor hát ezzel a zenekarra pedig stílusban is, szövegileg is jobban tetszik az idősebb generációnak is. Úgyhogy tehát nem ütöttétek még ki a biztosítékot ezzel a felállással. Na és mik a célok? Itt Miki mesélte, hogy ő most egy kicsit elrepül egy pár száz kilométerre, egy kicsit orosz levegőt szívni és tanulni. Addig gondolom, hogy azért akár Skype-on, interneten bárhogyan tudtok majd dumálni. Ha visszajössz, akkor mi lesz a következő nagy dobás? Egyébként tehát az nekem ilyen nagy célom, meg azt szeretném megvalósítani, hogy valamelyik nagyobb zenekarra beszélni, hogy egy közös turnét csinálni, tehát egy ilyen tavaszi turnét, azt jó lenne így még elcsípni. Na, milyen jó ötletei vannak, nem? Igen. Akár a Kaukázussal, vagy akár a Hiperkarmával, vagy bárkit, akit sikerül igazából elérni, és hasonló stílusban játszik, hogy egy ilyen turnét, hogy menjünk velük, és akkor tényleg ez így. De mennyire nehéz egyébként egy ilyen friss zenekarnak elfogadtatni magát, vagy mit kell ahhoz letenni az asztalra, milyen minőségű dolgokat, nem tudom, fellépéseket, koncert. Tehát mire van ahhoz szükség, hogy higgyenek bennetek? Hát igazából én azt mondom, hogy minden lehetőséget meg kell mindenképpen ragadni, és tehát hogyha elmentünk egy koncertre, azt vettem észre, hogy tehát minél több ember volt, és mindig volt érdekesen egy olyan ember, aki már hívott egy másik koncertre. Tehát így nekünk így jött, hogy az egyik koncertről a másikra. Például volt most ez a Leófutás is, ez egy ilyen jótékonysági koncert volt, és ott is meghallott minket egy olyan ember, aki a zenés ústút szervezi, és tehát lettünk egyből hívva oda is, és így egyre több helyre. Aztán így szépen így terjedünk. Ákos, azért kérdezlek téged, mert olyan klasszul itt a háttérben elmosolyogsz a többieken. Egyébként te mióta bőgőzöl? Hát ugye 2,5 éve kezdtem így teljesen magamtól. Így gondoltam egyet, és akkor elkezdtem ilyen autodidakta módon. És ez azóta is így van? Így tehát van. Kik a példaképeid? Hát a Red Hot Chili Peppersből a basszusgitáros Flea. Na, hát azért ő inspirált így. Azt gondolom, hogy a példaképek megvannak, a terveitek is, akkor most a közeljövőben már itt élőben nem láthatnak titeket, de terveitek szerint valamikor, majd tavasszal? Januárban jövök haza, és akkor onnantól bűzörülve a koncertek, stúdiófelvételek. Nos, reméljük, hogy a közösségi oldalatokra is azért felkerülnek szösszenetek, hát itt pedig mi a Víg-Kendben hamarosan élőben hallgatunk majd titeket. Milyen számokat hoztok? Jó kis keményeket? Hát, vegyes lesz a felhozatal igazából. Nos. És egyébként most voltunk stúdiózni, úgyhogy tehát amíg kint leszek egy fél évig, addig majd fogjuk kiadni a számokat, és így nem marad nélkülünk a közönségünk is. Így van, hagytok valami kis nyomot magatok után. Nos, hát köszönöm szépen, várunk titeket szeretettel, lelkesen, tehát a fiúk nem sokára zenélnek is nekünk, előtte azonban terítéken a Jósa András Múzeum új kiállítása, Szinyei Merse Annával beszélgettünk. Nekem, mint szinyei életműve feldolgozójának a legtöbb darab különleges. Legfeljebb a kiállítás szempontjából most itt Nyíregyházán kiemelném, hogy van 3 olyan mű, amely más kiállításon szerepelt, amikor a kaposvári kiállítást rendeztük, és ezek mindegyik egy nagyon fontos darab, így például a Májvák, amely a Kispál Múzeumból jött, a pipacsos táj, és hát a holvadás, ami valóban az egyik leghíresebb műve. Na most ezek nem jelentik azt, hogy a kedvenceim, de az biztos, hogy mind a 3 azért az első 10 között szerepel. Megengedi, egy darabot nem tudok kiemelni, ugyanis az az érdekessége a szinyei életműnek, hogy minden korszakában van egy-egy olyan fantasztikus megragadó alkotás, ami mögé én ugyan sokszor a történetet is ismerem, de el tudok azért művészettörténészként vonatkoztatni attól, hogy a művészettörténeti helye, és amúgy a látogató számára pedig az esztétikai örömöt is nyújtsa. Ez a kiállítás, ez minden szempontból sokat nyújt. Nagyon sokan a jelenlegi művészettörténeti kutatásban kifejezetten a témavilágra mennek rá. Én, aki stíluskritikával szeretek nagyon foglalkozni, és a stílustörténettel is, mint nemzetközi összehasonlító vizsgálattal, egész természetes, hogy az ikonográfia, a témavilág is rendkívül fontos. Én magam már 1981-ben egy nagyon nagy, kiterjedt publikációt erről már megírtam. De könyörgöm, ez sok évtizeddel ezelőtt volt, ezen már túl vagyunk, hogy a témákon lovagoljunk. Nem az a lényeg, hogy most festett, mitológiai témájú képeket vagy nem, mert azokat a pályakezdéseként csinálta, illetőleg még egyszer visszatért hozzá próbaként, akkor, amikor azt elemezgette, hogy vajon miért nem tud sikert elérni, és miért bukik meg mindenütt az ő nagyszabású újító képeivel. És akkor próbálgatta kicsit ezeket, de mivel 1878-ban utoljára még megfestette kisméretben a kentaur és faunokat, és azt kifételesen még ki is vitelezte, tehát véglegesen, nem vázlat formájában, mondta, végre ereje volt ettől elbúcsúzni. de érdekes módon a kollégákat a mostansága legkevésbé sem érdekli, hogy mellesleg a francia impresszionistákkal párhuzamosan ő az egész közép-európai régióba egyedüliként tudta ilyen magas szintre vinni azt a fajta a való látvány friss impressziói által felgyújtott festői képzeletnek a festői rögzítését, amire bizony a legtöbb környező országbeli, sőt, hát a magyarokra is utalhatunk, a tradícióból indultak ki, és nem tudtak elvonatkoztatni az immár több évszázados galériatónustól, ami mindig egy mesterséges megvilágítást és barnás mázakat adott a képeknek. Ez a zöld gyep, ami bátran mondhatom, hogy Mészöly Gézának egyetlen egy korai kis képe nagyjából párhuzamos a Szinyei korai vázlataival, ott a Szigetvár vázlaton mer egyedül egy ennyire erős zöldet alkalmazni. De hát nem volt egész véletlen, hogy a kritikáiban ez a rémisztően spenótszerű zöldet utálták a legjobban, a tradíciótól elszakadni nem tudó kritikusok, de maguk a kortárs festők is. És ez volt az olyan nagy fájdalom, hogy a festőnek, hogy én csak azt festem, amit a természet nyújt. Úgy, ahogy nyújtja, és ahogy azt látja az ember. Csak ezt nem mindenki akarta, és főleg a legtöbben nem tudták kifejezni. Ma nyílt egy újabb nagyszabású kiállítás Szinyei Merse Pál képeiből. Vendégünk a Jósa András Múzeum igazgatója, Rémiás Tibor. Jó estét kívánok! Jó estét, hát egy újabb nagy dobás, azt gondolom. Lehet még ekkorákat dobni? Vagy van még ötlet? És utána persze beszélgessünk erről a 80 fantasztikus képről, amely ide érkezett a múzeumba. Hasonló attrakciókat szerveztem a további években is. Ugye ott kezdtük, hogy szeúzó kincsek, utána ott folytattuk, hogy munkácsi kiállítás, és most ugye pénteken megnyitottuk a Szinyei Merse Pál életművét bemutató kiállítást, és hát ez nekünk egy óriási nagy lehetőség volt. Szerintünk 30 év óta nem volt egy ilyen nagyszabású kiállítás, mint a Szinyei Merse Pál kiállítás. Egyrészt Magyarországon Szinyeit nem mutattak be ilyen nagy kollekcióval. 29 évvel ezelőtt volt a Magyar Nemzeti Galériában, amit maga Szinyei Merse Anna szervezett, aki a mi kurátorunk. És azt tudni kell, hogy ő a nagy művésznek a dédunokája. Igen, láttam, hogy itt járt, ugye itt volt a tehát ez egy, nekünk egy óriási nagy megtiszteltetés, hogy maga a dédunoka szervezi ezt a kiállítást, ő rendezi, ráadásul egy szakmabeli művészettörténész. És a másik nagy dolog pedig az, hogy 30 éve, a rendszerváltás óta egy kiállítást miniszter nem nyitott meg. És most pedig az igazságügy minisztere, dr. Varga Judit fogja megnyitni, vagy nyitotta meg ezt a kiállításunkat. Ez szintén egy óriási nagy megtiszteltetés számunkra, és gondolom, hogy azért jött el hozzánk, mert egyrészt maga a művésznek a tekintélye, országos és nemzetközi tekintélye, Szinyei Merse Pál, ugye rengeteg helyen ismerjük, rengeteg képe van, ráadásul a Uffizi Múzeumban található az ön arcképe, és hát mondjuk szerintelenség nélkül mondanám, de ugye a tavalyi tevékenységünk alapján mi voltunk az évmúzeuma, és gondolom, hogy emiatt a miniszterasszony nem utasította el, hogy eljöjjön hozzánk az évmúzeumába, meg hát ez a óriási nagy tárlat. Azt gondolom, hogy egy fantasztikus eseményen tette tiszteletét. Ugye gyakorlatilag nincs ebben a hazában olyan ember, aki a lila ruhás hölgyet vagy a majár is ne ismerné, de hát azért itt még ezen kívül 70 8 másik remek mű is. Úgy tudom, hogy több magánszemély vagy gyűjtő felajánlásával került ide Nyíregyházára, és 3 hónapig megcsodálhatják a nézők. Hogyha jól tudom, akkor gyakorlatilag egy-egy tárlatvezetésre lehet majd regisztrálni. Hogy fog ez kinézni a gyakorlatban? Ezt a kiállítást 1,5 éve szervezzük, tehát nem kis munka volt. A 1,5 év pedig azzal telt, hogy sikerült meggyőzni a Magyar Nemzeti Galériát, hogy azt a 28 festményét adja kölcsön, ami az ő raktáraiban, az ő gyűjteményében megvan. De ez még mindig csak az 1/3 része lenne a kiállításnak. Körlevelet küldtünk ki valamennyi megyei hatókörű városi múzeumnak, és ők pedig megnézték a saját gyűjteményükben, és meg kellett győzni őket, hogy a saját gyűjteményükben, akár állandó kiállításokból is adják kölcsön a szinyei képeket. És harmadrészt pedig a magángyűjtőket kellett megnyerni. A magángyűjtők megnyerése volt a legnehezebb. Mennyire féltik a képeiket? Tehát én nem vagyok szinyei gyűjtő, vagy olyan festménygyűjtő, de valószínűleg igen. És ezt Magyarországon, még egyszer mondom, 30 éve nem mutattuk be ilyen teljességgel a szinyei életművet, és Dunántúlon Kaposvárot lehetett megnézni ezt a kiállítást, és Dunán innen pedig nálunk Nyíregyházán. Ez egy óriási nagy megtiszteltetés számunkra, hogy így ebből a 3 kollekcióból 80 alkotást be tudunk mutatni. Úgyhogy mindenkit feltétlenül szeretnék meggyőzni arról, mert hogy jöjjenek és nézzék meg, mert ugyanúgy a magángyűjtőknek, ugyanúgy a Nemzeti Galériának, ugyanúgy a városi múzeumoknak utána ezeket a képeket vissza kell adni, és így egységesen, összességében nem lehet látni. Csak most látható. Tehát csak tényleg most. Csak most, így csak van. Itt, csak így önöknek. Ne, a most ez ezért 3 hónapig tart. Hát milyen jó lenne, hogyha ez egy állandó kiállítás lenne itt Nyíregyházán, de azt gondolom, hogy így is nagyon-nagyon örülnünk kell. A múzeum honlapján lehet regisztrálni, illetve gondolom, hogy telefonon is várják a hívást. Regisztráció mindig nagy probléma, mert azt hiszik az emberek, hogy ez egy nehézség, pedig mi egy könnyebbséget szeretnénk a tekintetben, hogy ne kelljen sorban állni. Nagy az érdeklődés, már most is nagy az érdeklődés, még meg sem nyitottunk, de számtalan regisztráció már jelentkezett, hogy mikor lehet, hogy lehet regisztrálni, és hogy lehet jönni. Azt szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek. A jegyárakat azt levittük nagyon alacsonyra, 1200 forintért lehet bejönni felnőtteknek, és természetesen arányosan a diákoknak és a nyugdíjasoknak, és kiadtunk egy katalógust is, a katalógus pedig arra szolgál, hogy benne a kiállításban fotózni nem lehet, de egy nagyon szép, impozáns katalógust adtunk ki a kiállításról. Úgyhogy nem csak az emlékeket, de tényleg magát a képeket is hazavihetik legalábbis ilyen módon. Hát igazgató úr, köszönjük szépen, és szívből gratulálunk. Én köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves nézők, ahogy ígértem, zenél Kovács Miklós bandája, a fiúk felkészültek a produkcióra, mi pedig meghallgatjuk őket. Éjjel-nappal a kárová követ, ha úgy van, bedöb egy mentővet. Papír hajókon táncol el, van 1000 kérdés, mire nem felel. Fejjel lefelé a világ ellen mész, és nem látod, hogy milyen szép. Lelked virággal ülteted, hisz ez az életed, a te életed. És csak nézed, nézed, ahogy eltáncol a holdfénytől, nem a lámpától. Saját kertedbe ülteted, hisz ez az életed, a te életed. És csak nézed, nézed, ahogy eltáncol a holdfénytől, nem a lámpától. Saját kertedbe ülteted, hisz ez az életed, a te életed. Ugyanaz a város, ugyanaz az én, mert csak állnak az órák és múlnak az évek. Kiszakad a festék, lepereg a pultra, az egész életedet újra vakolta, újra vakolta, újra vakolta. követ, jobbra is követ, balra, ha úgy van kedvem, mászik a falra, és te nem csak nézheted az életed, a te életed, és csak nézed, nézed, ahogy eltáncol, hogy fénytől nem a lámpától, saját kertedbe ülteted, ez az életed, a te életed, és csak nézed, nézed, ahogy eltáncol, hogy fénytől nem a lámpától, saját kertedbe ülteted. Hisz ez az életed. Egy ilyen jó koncert összekovácsolhatja az embereket, hogy a közös mozgás is, aminek Roma Ádám szinte nagykövete lett. Őt köszöntöm itt a stúdióban. Szia, Ádám! Szia! Hát hamarosan ugye iskolakezdés, de rajtad nem látom a páni félelmet, inkább szerintem már a vágyakozást, hogy ismét ott állj a gyerekek előtt, és fantasztikus élményeket, és mindenféle közös tapasztalatokat éljetek át, de úgy gondolom, hogy a nyár is erről szólt, hiszen voltatok Szigligeten, láttam, hogy sokszor bringáztatok, úgyhogy nem bírod ki gyerekek és mozgás nélkül. Lehet mondani, 2 hetet táboroztattam, hogy említetted Szigligeten, meg volt egy szentenderei tábor, illetve egy hónappal ezelőtt felnőttekkel elkezdtünk biciklizni így közösen, egy ötlet alapján, úgyhogy volt mozgás, meg gyerekekkel volt találkozás is. Hogy jött ez a felnőttekkel való közös mozgás? Ugye gyerekekkel gyakran bicajtúráztok, de ez most egy másik tapasztalat volt. Az egyik ismerősöm találta ki, hogy legyen már egy olyan, hogy csak felnőttekkel kerékpározzunk, és elindult ez egy hónappal ezelőtt, egyre többen vagyunk, úgy látom, hogy kedvelik, szívesen jönnek, körülbelül 2 óra hosszás egy ilyen túra vagy edzés, kellemesen elfáradunk, és egyre többen csatlakoznak, közben megállunk egyet fagyizni, tehát kellemes hangulatba telik. Nehéz rávenni egyébként az embereket? Tehát van olyan, akit egy kicsit noszogatni kell, vagy aki már csatlakozik hozzátok, abban már mondjuk régebb óta érlelődik az elhatározás, hogy valamilyen kellemes, nem túl fárasztó, de mégis közösségi sportnak hódoljon. Úgy gondolom, nem olyan nehéz, meg ugye van ilyen zárt csoport, ahol beírom, hogy mikor megyünk legközelebb, és az is inspirálja őket, hogy látják a különböző neveket, hogy na, ő is jön, és akkor én is fogok csatlakozni. Volt olyan, aki mondta, hogy egyedül most nem ment volna, de mivel jönnek barátai, így ő is eljön, úgyhogy közösségnek ez is egy ugye, ismerve, hogy a másik, hogyha eljön, akkor az engem is motivál. Egyébként ezt hogy élik meg? Sportnak, vagy inkább egyfajta egy ilyen vidám együttlétnek? Min van jobban a hangsúly, melyik részén? Talán a másodikon, de azért a sport is fontos. A múltkor nem is nagyon álltunk meg, jó 30 kilométert tekertünk, 30-35 kilométer volt a 2 óra során. Azért az sok, nem? Egy kezdőnek? Vagy simán teljesíthető? Általában akik jönnek, ők azért szoktak kerékpározni. Hát azért viszonylag sok, hogyha az ember először kerékpáron vagy nagyon ritkán biciklizik, de azt gondolom, hogy itt is a rendszerességen van a hangsúly, tehát hogyha gyakran kerékpározom, akkor egy idő után ez nem lesz nagy táv. Meg el tudom képzelni, hogyha még valaki kezdő is, azért van a közösségnek egy olyan összetartó szelleme, hogy legfeljebb a 35. kilométeren megfogjátok bicaj le, emberként pedig lekapjátok a nyerekből. Miközben erről beszéltél, azon gondolkodtam, hogy vajon neked, aki ugye egy fantasztikus pedagógus vagy, és tényleg értesz a gyerekek nyelvén, sőt, isszák a szavaidat, nehezebb dolog felnőttekkel kommunikálni, vagy ez már egy olyan rutin, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy milyen korosztály van körülötted? Azt gondolom, azért nehezebb, tehát hazudnék, azt mondanám, hogy mindegy a korosztály. De a felnőtteket is lehet motiválni, csak meg kell találni azokat a inspirációkat nekik, amelyek őket előrébb fogják vinni. Egyébként ez nekem is jó, mert tehát azt gondolom, hogy a gyerekek nyelvén azért viszonylag könnyebben értek én is, de jó, hogyha a felnőttekkel is megtalálom ugye a közös hangnemet, és ők is motiválhatók. Elárulhatjuk, hogy hogyan tudnak a nézők esetleg csatlakozni? Vagy nem tudom, lassan ugye a nyárból már kikerekezünk, de azért még kellemes, szép őszi hétvégéken úgy gondolom, hogy olyankor burjánzik a természet fantasztikus színekben, azért nagyon jó kis túrákat lehet teljesíteni, amennyiben ugye az életedbe bele fog férni a felnőtteknek a túra szervezés. Úgy szeretném, hogy beleférne, egy héten egyszer fogunk menni. Van a közösség oldalam, és hogyha ott megkeresnek, akkor az átcsoportba beleteszem őket, és utána mindig látják, hogy mikor megyünk, tehát igazából szerintem az a legegyszerűbb, hogy a Roma Ádám néven megkeresnek. Na hát Ádám, köszönjük szépen, hogy itt most már a felnőtteket is a szárnyaid alá vetted, és akkor nagyon szép évkezdést kívánunk neked. Köszönöm szépen is. Kedves nézőink, folytatjuk a Víg-Kend második részével, iskolatáskákkal, Magyar Arany érdemkereszttel, és még zenélnek Kovács Miklósék is, maradjanak velünk.